Utazgatásunk közben arról beszélgettünk, hogy mi legyen ennek a vlognak a témája, szóba került az, hogy mikor a legjobb elkezdeni valamit, vagy az, hogy a félelemről beszélgessünk, szóba került a képmutatás, mennyire képmutató a társadalmunk, és szóba került az is, hogy a motiváció mennyire fontos az életünkben, de még inkább az élethosszig tartó motiváció, de nem erről fogok beszélni, mert sokkal jobb témába botlottam. Egy nagyon kellemes szombat délután ülünk egy étterem teraszán, és egyszer csak felsír egy kisgyerek, és amit a szülők tettek, az rögtön eszembe jutatta, hogy miről szerettem volna már nagyon régen beszélni. Kellemesen süt a nap, pont kellemesen fúj a szél, kellemesek a pincérek, kellemes a kiszolgálás, jó íze van az ételnek, mindenki jól érzi magát, nem csak mi érezzük jó magunkat, mindenki körülöttünk jól érezte magát. Ül egy család mögöttem, ahogy szokott ez lenni, egy másik vlogban is pont ugyanez volt a szituáció, ezzel csak sír a gyerek. A gyerek az nem volt túl nagy, néhány hónapos volt, bent volt a kocsiban, ahogy egy ilyen gyerek sír, rákezdett. Hagyták a szülők, hagyták a nagyszülők, a család a szülő és nagyszülőkből állt, a gyerek ott volt az asztal mellett, sírt, sírdogált, és eszembe jutott rögtön az örök téma, barátok között, ismerősök között, hogy fel kell venni a gyereket, vagy nem kell felvenni a gyereket, akkor, ha sír. Nagyon sokan azt mondják, ha felveszed, elkényezteted. Nagyon sokan azt mondják, hogy fel kell venni, mert ne sírjon. Na nézzük, hogy mi az, amit kell csinálni, de nem a gyerekkel, hanem mi az, amit kell csinálni a dolgaiddal, az élettel, a feladataiddal, a sikereiddel, a terveiddel, egyáltalán bármivel, amivel foglalkozol az életben. De nézzük ezt a példát a gyereken keresztül. Az apa egyáltalán nem reagál. A nagyszülők félszemmel oda sandítottak, az anyuka szinte oda sem nézve megfogta a kocsit és elkezdte tologatni, rázogatni. De közben beszélgettek, nem hagyták abba a témát. A legfontosabb dolguk az volt, hogy jól érezzék magukat. Azt szerették volna nyilván, hogy a kicsi is jól érezze magát, éppen hogy nyekergett egy picit. Hát így elkezdődött ez a kis ringatózás. Természetesen a sírás nem maradt abba. Miért is maradjon abba a sírás? Hiszen nem arra van szüksége a gyereknek, hogy ringatózzon, hanem a ringatózás ad valamilyen impulzus neki, amivel lefoglalja magát. De ez csak néhány esetben hasznos dolog. Az összes többi esetben, ha egy gyerek sír, az annak a jele, hogy valamire szüksége van. Eltelt 5 perc, a gyerek egyre jobban sírt, a babakocsi egyre jobban rázkodott ide-oda, a témát még mindig nem hagyta abba a család, tovább folytatták a beszélgetést. Még mielőtt valaki megkövezni ezt a családot, így ismeretlenül is, elmondom azt is, hogy nem az első eset, amit látok, rengeteg ilyen van. Az emberek egyszerűen jól akarják családi környezetben érezni magukat, és elvárás az, hogy a kocsiban lévő gyermek szintén jól érezze magát, és ne sírjon, és semmiképpen nem hagyják abba azt, ami történik. Nagyon fontos megérteni ezt a momentumot, hogy benned is, benned van ez az érzés, akkor, amikor például a cégedet irányítod, hogy jól érzed magad a feladataid között, élvezed azt, hogy a könnyű feladatokat elvégzed, de a nehéz feladatokhoz nem nyúlsz hozzá, pedig lehet, hogy egy nehéz feladattal minden 1000 könnyű feladatot kiváltanám, mert az az egyetlen, ami fontos, amit meg kéne csinálni. Ugyanez történik párkapcsolatban, hogy elvagytok, kényelmesen elvagytok, nem beszéltek meg bizonyos dolgokat, nem vetettetek föl bizonyos témát, hogy megbeszéljétek, vagy cselekedjetek benne. Tudod, hogy mire van a szüksége a másiknak, de nem csinálod meg, mert valamilyen kényelmi szempontból, valami komfortérzésből benne maradtok abban a millióban, amiben éppen vagytok, ezt nem törnétek meg semmi áron. Ezért tulajdonképpen a lényeges, fontos dolgokat nem csináljátok meg. Tehát térjünk vissza a családra, akit nem szídunk ebben az esetben, hanem egy nagyon jó példa arra, hogy bemutassuk, hogy hogyan szalasztjuk el a lehetőségeinket az életben. A gyerek továbbra is sír, majd mi már ezt megbeszéltük az asztalnál, hogy már rég föl kéne venni a gyereket, mert a gyereknek szüksége van valamire, egyszerűen meg lehet fogalmazni ezt, mindegy, hogy mi az,
de szüksége van egy ölelésre, egy melegségre, energiára van szüksége, és információra van szüksége. Az is lehet, hogy enni akar, az is lehet, hogy a pelusban van valami, de senki nem ellenőrizte, senki nem ment végig a checklisten, hogy mi az, ami kell, mi az, ami fontos a gyerek számára. Csak mindenki pótcselekvésbe kezdett. Emese már egy kicsit szigorúban, szúrosabban nézett rá a családra, észrevette a nagymama mindezt, és észbe kapott, na jó van, itt már valamit tenni kell, megtárgyalta az anyukával, hogy felveheti-e a gyereket, az anyuka megengedte, hogy felveheti a gyereket, fölvette a gyereket, és mi történik ekkor? Csönd. A gyerek elhallgatott, nem sírt. Nem tudja kifejezni egy ilyen kisgyerek még az örömét, a bánatát, semmit. Önnek egy jelzőrendszere van az összes problémára, és ezt az anya kell, hogy megérezze, vagy bárki más ember, aki ezt megérzi. Ugyanilyen a te induló vállalkozásod, ugyanilyen a karriered, ugyanilyen egy szombat esti buli is, ugyanilyen egy barátság, egy párkapcsolat, hogy meg kell érezni, hogy mi a fontos az életben, meg kell érezni azt, hogy mit kell megtenni. És amit konklúzióként le lehet vonni, azt kell csináld, amit csinálnod kell, amit tenned kell, azt kell cselekedni. Nem azt, amihez kedved van. Ez a kettő persze összeférhet egymással, lehet, hogy pont olyat kell tenned, amihez kedved van, de ide el kell jutni. De hogyha nincs kedved hozzá, de meg kell tenni, mert ebből lesz kizárólag siker, vagy ebből lesz kizárólag jókedv, vagy ebből lesz családi harmónia, ebből lesz üzleti sikered, ebből lesz pénzed, gazdagságod, akkor ezt meg kell tenned, azt a lépést. Nem válogathatsz. A gyerek esetében fel kell venni, nem kérdés. Nagyon sokan azt mondják, hogy ne vegyük föl, mert a gyerek majd szépen megtanulja és csöndben lesz. Igen, meg fogja tanulni, csöndben lesz, és ilyen felnőtté fog válni. Ma láttunk a reptéren egy kisgyereket. Ez a kisgyerek szabadon rohangászott össze-vissza. Millió mimikával fejezte ki, hogy hogyan érzi magát. Minden emberrel kontaktusba került. Átgázolt persze táskákon, holmikon, pulcsikon, minden, ami csak létezik. Az egyik pillanatban sírt, a másikban ivott, a harmadikban kacagott. Erre mosolygott, arra mosolygott, komoly arcot vágott, eljátszotta ezt vagy azt vagy amazt. Ez egy szabad gyerek, szabadon élt. Legalábbis ebben a 10 percben, amit mi láttunk belőle, abszolút egy színes világot telített be, ezt mutatta meg nekünk. Ezt nem biztos, hogy ezt a gyereket nem vették föl akkor, amikor sírt. Miért gondolja egy anyuka azt, hogy letudhatja egy-egy mozdulattal azt, amit egy sokkal nagyobb odafigyeléssel kell megtenni? Miért gondolja azt, hogy nem 25-30 évig kell végigvinni egy gyereknek az állapotának a változásait? Miért kell fél perc alatt letudni valamit csak azért, hogy megbeszéljék azt, hogy holnap hova mennek, vagy mit csinálnak, vagy tegnap mit csináltak? A gyerekre figyelni kell, a gyerekre az életére figyelni kell, a kedvére figyelni kell, mindenre, amit csinál, minden egyes rezdülésére. És ehhez kell alkalmazkodni. Bármilyen áron ehhez kell alkalmazkodni. Az anyuka egyértelműen le akarta tudni könnyedén, rövid idő alatt azt, hogy van valamilyen zavaró körülmény az életében. Az emberek is nagyjából ezt csinálnak. Látszatcselekvéseket csinálnak, pótcselekvéseket csinálnak, tesznek valamit, mintha csinálnának valamit, de valójában nem történik semmi, abból nincsen eredmény. Eredmény teljesen más dolgokból van, véletlenül összejöhetnek ezek, de általában nem. Ha azt nézzük, hogy az életedben hogyan jönnek az eredmények, oda konkrétan azt kell csinálni, aminek valóban van értelme. Ne spórolj a figyelmeddel, ne spórolj azzal, hogy mit kell tenned. A gyereket föl kell venni, a feladatot fel kell venni, az életedet fel kell venni, a sikerfonaladat fel kell venni. Ne csinálj soha semmilyen látszatcselekvést, azt tegyed, amit tenned kell.